Az ipari park fejlesztése olyan beruházókat vonzott a régióba, amelyek nem csak munkahelyeket hoznak létre, de hozzájárulnak a gazdasági mutatók növekedéséhez is. És nem csak a hazai cégek érdeklődnek a lehetőségek iránt, a külföldi beruházók számára is vonzóvá vált így a régió. Először érkezett egy dél-koreai, aki cég a Debusco, amely az első európai üzemét itt építi, egész jól haladnak, már próbagyártást terveznek év végén. A másik volt egy kínai cég, aki szintén a Sanwoda, aki szintén első európai üzemét itt Nyíregyházán építi. Ezek óriási dolgok, mert nagyon sok versenytársuk volt, és végül mondhatni Nyíregyháza győzött. A harmadik a Boysen, egy német cég, akinek az a különlegessége, hogy kipufogó rendszereket gyártott a BMW-nek, és 27 telephelye után az első olyan üzemét építi, ami már kizárólag elektromos autókhoz fog gyártani és beszállítani fém tartólemezeket és fedőlemezeket. Aztán jött a Quantum, a svéd cég, amely az Electroluxot vásárolta meg, és szeptember 1-től indítani szeretné a termelést, aminek az első Svédországon kívüli nagy üzeme hőszivattyúkat fog gyártani, ez most nagyon aktuális, és nagyon nagy rá az igény. És most pedig az ötödik, az osztrák MC-je. A cég 35 éve van Nyíregyházán, ez idő alatt 3 kontinensen 144 hídépítési projektben vett részt a leányvállalat, több mint 112 000 tonna acélhídszerkezet gyártása és szerelése által. A társaság mintegy 140 saját dolgozóval rendelkezik, és közel 70 alvállalkozóval is együttműködnek. A külföldi kereslet továbbra is nagy a gyártott termékek iránt, a jelenlegi méretekkel azonban már nem tudják kiszolgálni az igényeket, kinőtték a termelési kapacitásukat. Ezért volt szükség a közel 12 hektáros, 50 millió eurós zöld beruházásra. Elképzeléseink szerint minimum egy duplázás lesz így mind kibocsátott volumenben, mind pedig árbevételben, de ez természetesen még attól is függ, hogy jelen pillanatban is gyártunk is, illetve az általunk gyártott szerkezeteket szereljük is, és a szerelőkapacitásnak a mennyiségétől, nagyságától függően akár ez több is lehet. Ehhez azonban jól képzett szakemberekre is szükség lesz, így ezek a beruházások befolyásolják a nyíregyházi oktatási rendszert is. Az elmúlt 3 évben mi a befektetői tárgyalásaink meghatározott pontján bevontuk az egyetemet, bevontuk a szakképzéscentrumot, tehát a már lévő oktatási intézményeket, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy már most hatással van. Természetesen van egy jó alap, de ez 5 év múlva nem lesz elég. Tehát ezért időben az oktatási intézményrendszerünk is tud alkalmazkodni, és tud profitálni ebből. Az MCE fejlesztése várhatóan 2026-ban fejeződik be. A megvásárolt területük ráadásul közvetlenül kapcsolódik a 113-as számú vasútvonalhoz, ami azért fontos, mert az alapanyagok jelentős részét vasút segítségével, a telekhez kapcsolódóan ipari vágány kiépítésével tervezik szállítani.